Jubomir Markovitja az Újvidéki Munkás Egyetem immár évtizedek óta a város csúfító épület szomszédságában lakik. Az épület eladását az állami privatizációs hivatal nem engedélyezi, a város pedig csak 8%-os tulajdonjoggal rendelkezik. A panasztevő számára gondot okoz, hogy a fémtolvajok immár nem csak a lepusztult és az Ebek 30-adjára jutott épületben garázdálkodnak, hanem a közeli lakóházak udvaraiból is elrabolnak minden elmozdítható értéket. Polícia više neće da dolazi, ne interesuje, kaže nemojte nas više zvati. Ajte, molim vas, nešto da učinite. Néhány közvállalat megfizet olyan szolgáltatásokat is, amelyekről a polgárok nem is hallottak, illetve azok hasznát nem is látták. Alexander Vulitnak emellett egyéb gondja is vannak, mégpedig a lakótöm körül parkoló nem újvidéki taxisok miatt. Mi imamo problem, znači dolazi do fizičkog obračuna, maltretiraju ljude, peru automobil, stane ispod prozora, turira auto i tako dalje i tako dalje. Ja neću s nikim da se obračunavam. To su ljudi koji zarađuju hleb, ja sve to razumem, ali mora da su u nekom sistemu. A panaszügyi bizottság feladata, hogy nyilvántartásba vegye a város polgárainak panaszait, és azokat az illetékesek elé terjessze. Ono što, na što se naši građani prvenstveno žalje jesu problemi u komunalne prirode, infrastrukturne prirode, na objedinjenu napladu, na račune, tako da to su neke osnovne stvari koje građane muče u našem gradu. A fogadónapok látogatottsága változó. A panasztevőket havonta a város polgármestere is fogadja.